A National Geographic azt csinálja, hogy lefordítja a természet rejtett nyelvét, gyakorlatilag a mindennapok nyelvét, egyszerűen megmutatja. Tehát ilyen csodákkal mi körül vagyunk véve. Be lehet zsúfolni nagyon sok mindent egy helyre, tehát klasszikus példa erre mondjuk egy sokadik emeleti erkély, ahova ki lehet tenni mondjuk mesterséges denevérodút, ki lehet tenni B-típusú madárodút, amivel cinege, mezei veréb jó eséllyel beköltözik, műfészkeket fecskéknek, mondjuk első Molnár fecskének, sallós fecske költőládát, itatni is lehet, télen etetni is lehet, tehát egy nagyon pici alapterületen is működik, nagyon olcsó eszközökkel és módszerekkel lehet oda csalogatni az állatokat, aminek aztán hihetetlen haszna is van, hiszen a beporzó rovarok beporozzák a gyümölcsfákat, a denevérek, a fecskék összeszedik a szúnyogot, amit nem nekünk kell, hihetetlen környezetterhelést jelentő kémiai írtással csökkenteni a számukat, tehát ez mindenkinek jó. Ez a kedvenc helyem, a természetvédelmi farakás. Ha semmi más nem használhatnék az adokon madárvédelmi eszközökön ki, akkor ezt használom és ezt javaslom mindenkinek. Szépen elkezd naposabb lenni az idő, jönnek elő az állatok, lehet, hogy most hallatszik is egyébként. Volt ez az örgés, egy faligyík már felébredt és ment el. Ugye az emberek Európában is hosszú évezeken keresztül fával tüzeltek, és meg volt ez a farakás. És az állatok tömege alkalmazkodott generációkon keresztül ehhez a élőhely típushoz, sünök, egerek, hüllők, stb. És mikor ez eltűnt, akkor gyakorlatilag egy élőhely bázis is eltűnt. A legegyszerűbb dolog ez a körülbelül ilyen két férfi arasznyi műanyag virág alátét, ami van kör alakú vagy szögletes. Ezt használhatom etetőnek, használhatom itatónak, használhatom porfürdőnek, leteltem a talajra, felfüggeszthetem. És ezzel az egy eszközzel, hogyha használom télen etetőként, egész évben itatóként, nyáron porfürdőként, Magyarországon potenciálisan olyan 61 néhány madárfajt figyelhetünk meg, akár a nagyvárosban is. Mondok néhány számot, hogy az Európában kb. 780-800 madárfajt figyeltek eddig meg, Magyarországon olyan 410 körül, és csak Budapesten olyan 270 fajt. Tehát hihetetlen gazdag a madárvilágunk, ezek nagyon egyszerű, néhány száz forintos megoldások, de egyébként egy mesterséges madárodú is mondjuk 1-2000 forint és akár 10 éven keresztül is működhet. Ugye a lakások ezreiben hányódnak, kalódnak mondjuk a padláson a vesszőkosarak, amiket ma már nem nagyon használom. Ha ezt mondjuk csibedróttal kívül egy kicsit megerősítem, félig feltöltöm száraz fűvel vagy hullott falevéllel, és kirakom egy ágvillába 2-4 méter magasságba, akkor például ideális fészkelőhely az erdei füles baglyoknak. Ezek a függőleges oszlopok, tartja például az itatót, ezek harkálykerti megoldások, ugye itt a baloldali oszlopon lehet látni, hogy egy csomó nyílás van benne, ezeket a harkályok a korhadó fákba válják, és a megfigyelés alapján az úgy tűnik, hogy az egyben ilyen közösségi tér is a harkályoknak, tehát egy jelzőhely, hogy a terület biztonságos, itt lehet pihenni, még táplálék is van ezekben a fákban, és akkor ennek köszönhetően ilyen harkálykerti megoldás lett, mondjuk évente láttam háromszor 10-15 másodperc itt a kertbe harkályt, most meg van olyan nap, hogy egyszer akár 2-3 fa is itt van hosszú 5-10-15 percekig, jönnek, mennek, tevékenykednek, olyan elképesztő madarak is, mint mondjuk a zöld küllő. Mesterséges odút bármikor ki lehet helyezni, akár a nyár közepén, mert a második, a harmadik költésben még használhatják a madarak. Nagyon gyakran az van, hogy kirakja és másnap már beleköltözik, fészket kezd építeni a cinege vagy a mezei veréb, de általában ősszel van a fő odú kihelyezési időszak, mert hogy akkor egész télen a kóborló madaraknak van ideje megjegyezni, hogy itt egy odó, ott egy odó, és sokkal nagyobb valószínűséggel költözhetnek be. Tehát mi a Madárbarát kert programban nem csak eszközöket mutatunk be, hanem ilyen módszertani trükköket is. És a legutolsó fejlesztés, lehet látni, most már ugye tavasz van, elszáradnak, ez a bogyó füzér, ez a bogyó etető, ez a vörösbegynek és a fekete rigónak a jelent óriási vonzerőt, és ennek köszönhetően a vörösbegy is nagyságrendekkel megnőtt az itt tartózkodást, és ez a minden esetben azt jelenti, hogy több idő van megfigyelni, összetettebb, bonyolultabb viselkedéseket örökíthet akár meg az ember.
környéken lakók már megszokták, hogy egy nagy darab szemeges kopasz ember egy aranyos kiskutyával felszerelésen mászkál, és még térdel a járdán, a fenek az égnek áll, és mondjuk madárkakát fotóz, de itt nem messze van tőlünk egy kis templompark, és ott például füles kuvik fiókat sikerült tavaly nyáron filmezni úgy, hogy olyan 2,5 méter magasságban üldögélt a fióka egy gömbjuharban, hívta a szülőt, én videóztam, és a telefonomat, ahogy így feltartott kezemben megvilágítottam, az arcomt egy arasznyira ide szállt a tojó madár, a szájában keresztbe egy nagy zöld lombszöcskével, és akkor onnan a kezemről mentetetni a fiókáját. Ez nagyon izgalmas volt, tehát mondjuk ilyen biológiai oldalról, és én, mint beállítottságot tekint, és egyik végzettséget tekintve környezetpedagógusként nagyon izgalmas volt, hogy jöttek a lakók a környékre, a járókelők, hogy este 10-kor tök sötétben mit csinál egy ember, világít be egy fa koronába, és akkor szépen jöttek, megmutogattam, akkor mondtam, na most forog a kamera, akkor hallgassunk, akkor szépen elhallgattak, és közben ők is megcsodáltak ezt az egészen elképesztő madárfiókát.